szokatlan helyszínen. Biofarma a parlament előtt, két szürke marha és egy rackajú is látható itt a Kossuth téren, így kampányol a Greenpeace egy génmódosítás mentes Európáért. 1 millió aláírás látható ezen az óriás festményen, Európa szerte gyűjtötték a Greenpeace-esek. Az első uniós állampolgári kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Bizottság szigorítsa meg a génmódosított termelés szabályait. Az aktivisták arra szólítják fel a kormányt, hogy a következő európai tanácsülésen képviselje kezdeményezésüket. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországnak az uniós sorselnökeként kiemelt felelőssége van a GMO-s engedélyezési eljárás szigorításában. 1 millió aláírást összegyűjtöttünk tavaly 7 hónap alatt, minden tagország részt vett benne. Közben Horvátország egy génmódosított növények termesztésétől mentes Alpok-Adria régió létrehozását kezdeményezi. A Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke szerint a Magyarország gyűlés még tavasszal csatlakozhatna ehhez.